A Fulka mama 10,5 hónapnyi vemhesség után hozta világra a kicsit. A 8 kg-os, 60 cm hosszú borjú jól van. Az anyával és a 4 éves testvérével él közös medencében. A kicsit az első 6 hétben szoptatni fogja az anyja, és mivel a tehéntejnél 12-13-szor zsírosabb tejjel fog táplálkozni, a szoptatási időszak végére a bébifóka súlya a duplájára nő, miközben a hossza nem változik. Igazi szenzáció történt itt a Nyíregyházi Állatparkban, hiszen egy nap eltéréssel 2 borjúfóka bébi látott itt napvilágot. Az egyik sajnos életképtelen volt, de a másik az igazi életerős kis lény, és itt úszkál már a mamájával. Nem ez az első eset, hogy Magyarországon borjúfóka szülessen, hiszen 4 évvel ezelőtt született meg az ország első fóka bébije, Barack, aki itt úszik most a kis csöpséggel is, mint nagy tesó, és különlegesség még az, hogy tulajdonképpen 4 év korkülönbség van köztük, hiszen csupán pár nap különbséggel látott napvilágot az apróság, mint 4 évvel ezelőtt Barack. A kis borjúfóka, ha elfárad, a víz alatt alszik néhány pillanatot, majd folytatja az úszkálást és a felfedezést. A kisállat nevére a látogatóktól várják a javaslatokat. A világra jövetelről az Állatpark honlapján láthatnak felvételeket az érdeklődők.